A Big Shot feladatainak megoldását a 220 volt profi csapata segíti. A fotózás szerelmeseinek támogatója a Fotoplus. Több mint egy szaküzlet. Tradíció. A műsor profi megvalósításáról a Kamera Kft. Gondoskodik. A fotósok fejlődését a Tripont fotó-videó szakértelme segíti. A mai feladat tétje a döntőbe jutás. Bármit, bármikor le lehet ezzel fotózni, nagyon jó. Próbálj felismerni, hogy hol van a pálya és hol nem. Az egy pontosan. Bevallom őszintén, hogy egy kicsit elkeseredtem, mikor megláttam az összes képet, mert irgalmatlan jól is lehetett volna csinálni. Nem lett Big Shot. Ezeknek a képeknek egy része halott. 4-5-ök közül, aki számára ma véget ér a Big Shot, Szia Vita vagy. Jó volt itt lenni, sokat tapasztaltam, úgyhogy ezért hálás vagyok. Az idei Big Shot döntőjében Évi és Regina és Olivér az egyetlen megmaradt férfi. A kedves Big Shot döntősök, most már mondhatjuk ezt, mert hogy kialakult a döntő mezőnye, Évi, Regi és Olivér, ti hárman küzdhettek meg a mai napon a Big Shot fődíjáért. Én nem tudom, én izgulok. Ti izgultok? Én nem. Jó lesz, szerintem ez a mai fotózás lesz az, ami egyébként az én szívemhez a legközelebb áll, úgyhogy remélem, hogy nektek is izgi lesz. A feladatot pár nappal ezelőtt már megtudtátok. Van egy képzelt parfümünk, hogy nem Big Shot névre hallgat, és a ti feladatotok, hogy elkészítsetek egyetlen felvételt, egyetlen fotót, egy képet, ami ezt a bizonyos parfümöt reklámozza majd, ami kifejezi ennek a hangulatát. Ha ránézünk, akkor érezni fogjuk az illatát. Ez egy hirdetés kell, hogy legyen, tehát azt kell a szem előtt tartsátok. Ez nem egy könnyű dolog. Össze kell, hogy kapcsoljátok, ami szintén egy érdekes feladat, hogy egy parfümnek a stílusa vagy a hangulata az hogyan kapcsolódik össze egy porcéval vagy egy divatfotóval. Lesz egy profi modelletek, aki a segítségetekre lesz, itt is van velünk, és alig várja, hogy elkezdjétek majd a közös munkát. Lesz egy fantasztikus helyszínünk, egy csodás szálloda lakosztályát kapjuk meg ehhez a fotózáshoz. És a hely, ahol most vagyunk, ez a Duo Budapest, itt pedig Holdan Flinda stylist szalonja található, és nem sokára egyeztetni fogtok arról, hogy a modell milyen ruhát viseljen a fotókon. A feladatra 2 órátok lesz, már hogy magára a fotózásra, és most egy képet kérünk tőletek. Hazavihetitek majd a nyers képeket, és kaptok néhány napot, hogy dolgozzatok a végeredményen, azt szeretnénk, hogyha tökéletes munkák születnének. Martin Vanda lesz majd Palkó társ zsűri tagja ebben a nagyon fontos döntésben. Ő Londonban élő magyar fotós, elképesztő sztárokat fotózott és fotóz folyamatosan, úgyhogy Londonba fogjuk kiutaztatni a képeiteket. Egy fontos dolgunk van még, el kell döntenünk, hogy milyen sorrendben fotóztok. Bízzuk a szerencsére, jó, hogy milyen sorrendben kezdhettek dolgozni. Évi, mit húztál? 3. 3. 2. 1. A fényképezőgép, amit használni fogtok, ez a Canon EOS R5. Nekem is ilyen van, szenzációs gép, imádni fogjátok. Az optikákból meg majd lehet választani bőven. Lindy kell! Mindenképpen valami dinamikus képet szeretnék. Van egy, viszont ez sok tényezős. Semmiképpen sem olyat, hogy ül a modell és belnéz a kamerába. Hogy sikerül-e úgy befotóznom, ahogy én elképzeltem. Mutasd! Több kép van a fejemben. Ki gondolta volna? Igen. De hogy ilyen élfényes. Aha, hogy ezt szeretnéd. Ú, ez gyönyörű. Igen. Van egy olyan, mivel a parfüm üvege nekem elég ilyen unisex, ezért el szeretném vinni talán egy ilyen irányba. Hogy fekete ruhát? Igen, és kivágott. Tehát lehet, hogy még egy kicsi dekoltás is. Ehhez a képhez szükségem lenne egy férfiasabb megjelenésű ruhára is. Nem konkrétan hátulról lenne a fotó, hanem egy picit oldalról. Szeretném, ha megmozdulna a dolog, és ez nekem fényesebb ruha kell, ami csillog. Illetve a másik kép, ami a fejemben van, ott inkább a válla az, ami érvényesülne a modellnek. És itt még nem tudom, hogy kell-e egyébként ruha. Figyelj,
van hasonló koncepció már. Nekem tökre tetszik ez a maszk. Nem, most ezért ne omolj össze. Nem omolok össze, csak így. Jó, oké. Szerintem a mi szakmánkban ez egy teljesen átlagos dolog, hogy valami van, ami megszületik az agyadba, és közben kiderül, hogy ez már létezik, és ez már van. És nagyon fontos, hogy ilyenkor ne összeomoljunk, hanem kitaláljunk valami új dolgot, valami másik koncepciót, ami lehet, hogy ez azért történt, mert sokkal jobb dolgot kell, hogy kitaláljunk, és ki is fogunk együtt találni. Jó, ezt megvettem. Gondolom. Megvetted? Meg, na, igen. Hajrá, örülök, de jó. Olivér, te maga biztosan indultál ezen a versenyen. Szerintem te tudtad, hogy itt fogsz ülni a döntőben. Próbáltam eljutni, de szerintem nagyon ügyesek a többiek, tehát aki ideig eljutott, az nem véletlenül jutott ide. Most bárki nyerhet. Mondhatjuk, hogy te a gépért jöttél, a főnyereményért? Gépért jöttem, ezt a legelén is mondtam, hogy szeretném megnyerni. Csodálkozom, hogy nem estem még ki, és majd most. Hát most mindenki ki fog esni, és remélem a többiek is szépet fotóznak. Készen állsz, Olivér? Készen, nagyon készen vagyok. Hát akkor nincs más hátra, mint hogy utadra bocsássunk. Egy utolsó jó tanácsot még mondja az Olivérnek. Ne vicceld el. Nem viccelem el, nem lesz vicces. Tulajdonképpen itt is a feladat teljesítése az, ami fontos. Mert szép képet a Rebekáról lőni, az nem egy nagy mesterségbe való. Őszintén, mert ő szép a helyszínünk, jó a gép, minden adott, de egy jó reklámfotót kell csinálni. Hát fogok csinálni, így beleborzogsz, ezt fogok csinálni. Jó. És akkor ez a célom. Köszi. Aki bejutott a legjobb 10 közé, az azért kíváncsi volt szerintem, hogy mik az erőviszonyok, hogy egymáshoz képest hol vagytok, és te voltál az, aki az első Big Shotot behúztad. Ez milyen érzés volt? Jó érzés volt, vagy nehéz feladat volt, de hogyha van idő felkészülése, mint ennél a feladatnál is, akkor annak előnye van, aki tapasztaltabb. Ez, amikor nem döntöd meg a felszesszükbet. Legyél boldog a partnertől. Aha, ez tök jó volt, mikor ilyen érzéki volt. És aztán jött a makrofotózás, ami annyira nem jól sült el. Kijelölték a fiúk a két legkevésbé tetsző alkotást, képpárt. Norbi, az egyik képpár a tiéd, a másik pedig Olivér a tiéd. Ott ugye a humoros oldaladat próbáltad előszedni, és az annyira nem működött. Ez egy igazán rossz fotó lett szerintem. Esztétikailag nem sikerült elkapni ezt a pillanatot, és nagyon jókor jött, mert onnantól kezdve próbálom sokkal komolyabban venni a versenyt. Ez az a poz. Most lehet fönn a kéz, az nagyon jól fönn a másik kéz. Most például ezt nagyon komolyan veszem, ezt a döntőt. Mi volt a legnehezebb a versenyben? Mi volt a mélypont? Az autóversenyzős, vagy az autósport, mikor Pali azt mondta, hogy csalódott bennünk, az úgy... Ez megérintett? Ó, én még csalódott vagyok egy kicsit. Elkeseredtem, mikor megláttam az összes képet, mert irgalmatlan jót is lehetett volna csinálni. Feladatról feladatra azzal szembesültem, hogy mennyi mindent nem tudok. Tehát most már úgy érzem, hogy semmit nem tudok, és most igyekszem megmutatni, hogy valamit mégis tudok. Azért valami mást is remélem, hogy hazaviszel ebből a versenyből, nem csak azt, hogy mit nem tudsz. Hát remélem, legalább egy nyomtatót szeretnék. Majd kiderül a végén. Regina, amikor bekerültél a legjobb 10 versenyző közé, gondoltad volna, hogy itt fogsz ülni a döntőn? Abszolút nem. Ketten voltatok ebben a versenyben, Olivér és te, akiknek két Big Shotja is volt. Regina, tiéd! A Big Shot a tiéd, Regina! Mit gondolsz erről? Ez jelenthet valamit? Így az esélyeket tekintve? Olivernek sokkal jobban fog szerintem ez tekinni, tehát ő a reklámban nagyon-nagyon otthon van. Izgulsz, vagy valami van benned? Várakozás? Milyen érzések? Nincs. És az a furcsa, hogy szerintem én voltam a legizgulósabb a csapatban az elején. Ne stresszelj rá, és én azt kívánom, hogy legyen egy igazi örömfotózás.
a vállathoz is tart nagyon szépen, igen, mint hogyha igen, akár egy gyerek lenne. Viszont a női érzékenység, a finomságok, az viszont lehet, hogy nálad sokkal jobban megjönnek, vagy akár az Évánál, akivel nagyon jóba lettetek itt a verseny alatt. Nagyon egymásra találtunk. Úgyhogy örülök, hogy ez így alakult. Igen, jó. Ugyanúgy csillog a bőröd, ahogy a ruha látod. Nagyon szép. Ez szép a kulcsontod, a nyakad, nagyon. Ezt nagyon magaménak érzem. Mi az, amit kaptál ettől a műsortól? Hú, nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Tapasztalatot, nagyon sokat, nagyon sokat tanultam, barátokat szereztem. Innen érkezik majd egy bakok fénye, és szépen fog látszani majd a dekoltázs, illetve az üveg, és egy kicsit a fél arcod. Jó. Mondtam már, hogy gyönyörű vagy? Van egy ötletem, ami szerintem nagyon engem jellemezne, és szerintem szépen is mutatna, és hogyha ezt sikerül megvalósítanom, akkor én boldog leszek. Évi, út a döntőig! Milyen érzésekkel léptél be hozzánk, amikor megtudtad, hogy bejutottál a top 10-be első nap a stúdióban? Nagyon meghatározó élmény volt ott lenni. Gondoltad volna akkor, hogy itt fogsz ülni a döntőn? Nem. Határozottan nem. A legmerészebb álmaimban sem gondoltam azt, hogy én a döntőig el fogok tudni jutni, de nagyon örülök, hogy itt vagyok. Mikor kezdted el elhinni, hogy ez összejöhet? Ma reggel. Tényleg? Semmi dolgod nem, ez csak annyi, hogy átsétálni egyik oldalról a másikra egy párszor. Több kép van most a fejemben, úgyhogy meglátjuk azt, hogy melyik lesz az, ami meg is fog valósulni. Egyetlen egy dologban vagyok biztos, hogy nem szeretnék egy tipikus parfümreklámképet készíteni. Tehát, hogy valahogy akkor én azt érezném, hogy üres, és hogy én hiányzom belőle. Én úgy jöttem el otthonról, hogy tényleg egy ilyen örömfotózást szeretnék. Van egy kép a fejemben, hogy a ruha kis hosszú flitterei közé szeretném így beépíteni a parfümöt. Melyik volt az első olyan képed, amire úgy igazán büszke voltál, vagy ami neked is nagyon tetszett? Én az elsőt nagyon szerettem. Az első képe is, igen, az volt, igen, ez igen, egy igen, nagyon igen. Formabontó, nagyon meglepő. Én azt nagyon-nagyon szerettem, és abban éreztem leginkább önmagamat. Tehát, hogy az, hogy ott egy pici választottál a Big Shot-tól. Tényleg? Nagyon, igen. Persze. Szerintem ott is, meg a kukacoknál is. Tehát ez a szita, ez jól működik. Ez egy jó, ez az arany szita. Az jó szolgálatot tett mindenképpen. Lejött számunkra a figurája, a karaktere. Jól sikerült, úgyhogy tiéd a Big Shot. Jó, és hogyha ide az arcodhoz. Mi volt a mélypont? Talán a legutóbbi napot mondanám. Én ott éreztem azt, hogy egy picit elvesztem, és a kiértékelésnél. Én azt éreztem, hogy jól sikerült, és hogy tudom szeretni, azt ugye nagyon le lett húzva. Ez egy életveszélyes dolog, amit csinálsz tulajdonképpen, mert a túl sok túlzott effekt, az bármi is van a képen, az el tudja venni a hangsúlyt a tartalomról. Ezeket a képeket, amikor kinyitottuk, akkor de ketten egy pillanatra megborzongtunk. Szépen összefoglalja mindazt, ami maga a fotográfia. A fotózás. Ezt a rettenetesen szubjektív megítélést, ezt nem tudod kivenni a képletből. Tehát ezt a további életed során is pontosan ugyanígy lesz, hogy lesznek olyan sorozatok, amit nem fogsz érteni, hogy miért tetszik mindenkinek. Igen. És lesz fordítva, amikor te mindent a szíved összes csücskét belepakoltad, és úgy fognak átnézni rajta, ami a legfájóbb. Én egy olyan képet szeretnék, amit én tudok szeretni. És hogy ez sikerül, akkor nekem mindegy, hogy ennek mi lesz a sorsa és a versenynek a kimenetele, én akkor boldog leszek. Nagyon szép gondolat. A műsor főnyereménye egy Canon EOS R6 Mark II fényképezőgép 24-105-ös objektívvel. Egy valóban lenyűgöző teljesítményű gép a legjobban teljesítő fotósnak. We'll be right back.
Köszi, hogy segítesz. Ez az eddigi összes értékelésben a legnehezebb nyilván, hiszen az most fog eldőlni az, hogy ki fogja ezt megnyerni, úgyhogy nézzük meg, én mind a hármat kinyitom. Az biztos, hogy ő szétretusálta ezt a képet. Igen, ami mondjuk beauty képeknél az a mai napig megy, de hogy amúgy a divatfotográfiában az már nem annyira trendy. Ez a hét, ez csak erről az egy képről szólt. Ja, hogy új arcot rajzolt. Szerintem új arcot rajzolt. Igen. Igen, van egy kicsit valami természetellenes a mosolyában. Teljesen beleőrültem, vagy nem tudom, hogy fogalmazok. De nem történik semmi. Nézzétek itt a parfüm, és valahogy annyira bárgyú tekintettel néz. Nagyon-nagyon filóztam, hogy melyik képet küldjem be. Illetőleg az a kéze, hogy bejön olyan kis, vagy akár másnak is a keze lehetne, hogy nem olyan szép ez a mozdulat. Volt egyébként olyan kép, amit sokkal jobban szerettem, mint amit beküldtem. Fény, ami itt rajta van egyébként, a szép, a háttér teljesen érdektelen. Reklámnak inkább ezt felent meg, és nem tudom, hogy jól döntöttem, és most mire hallgassok, a szívemre, vagy az eszemre, vagy... Érzés, hogy kiszedte a pumpát. Amúgy az tök jó ötlet. Az jó ötlet. Igen, ezt most tűnünk fel, mert ez a pumpa, ez nem... Igen. Nem annyira szép. Itt is mennyire jó lenne, hogyha nem lenne ott. Igen, ez nekik nem jutott eszükbe. A másik kettőnek érdekes módon. Regina szerintem profi. Úgy fotóz, mint aki figyel arra, hogy mit szeretne az ügyfél, és eladható képeket akar csinálni. Tudja is, hogy hogyan kell szépet fotózni. Ez szépen megcsinálta, nagyon. Szép. Gondolom, hogy neki annyira különleges lelke van, annyira kis finom, és ez minden egyes képében ott van, ahogy a színekkel bánik, ahogy kommunikál, ahogy megfog egy-egy témát, az ő finomsága, az eleganciája, az mindig ott van mindenhol. Annyira él, és annyira... Igen. Az üvegnek jól állnak ezek a fények is. Amúgy érdekes. Nem mondanék igazat, hogyha azt mondanám, hogy teljesen elégedett vagyok. Ugye a lány az annyira nem érvényesül, de amúgy nem is bánom különösebben. Nekem ez tetszik ebben, hogy ez ilyen experimentális, nem ilyen megszokott többen a gondolat, meg az ötlet, és nem csak egy ilyen, tényleg egy ilyen szexiző, szép, gyönyörű nő, hanem ebben van valamilyen csavar. Abszolút. Amit szerettem volna megvalósítani, azt nem tudtam. Egyszerűen az eszköz volt túl kicsi, amit szerettem volna használni. Ebben azt sajnálom, hogy itt először is kiretusálhatta volna, hogy ez a hónaj rész nekem túlságot. Tehát azért, azért látjuk a nőt, igen. És az a surló fény az bizony eléggé veszélyes árnyékokat csinál, tehát nem túl barátságos, és a szeme is picit be van bukva. Tehát ezt én picit lámpába idébb jöttem volna. De tetszik a képem. Tudom szeretni a képemet, és azt gondolom, hogy ezért ez fontos. Tehát nem értem azt, hogy rossz, hogy elrontott képet adtam le, de azt tudom, hogy lehetett volna jobb. Nem százas a fény az arcán, azért nem teljesen erős itt a ráncok, meg ilyesmi, de lehet, hogy azért csinálta így, hogy hátulról át legyen kicsit a parfüm világítva. Szerintem ő a leginkább művészibb közülünk, és imádom az ilyen megborult ötleteit, és azért, mert ennyire különleges. Parfümre koncentrált. És az nem működik tényleg. Igen. Szabad lélek szerintem így fotózásban, ez az erőssége, és emiatt nagyon veszélyes versenyző. Soha nem lehet tudni, hogy mit fog csinálni, mert ő se tudja. Tehát fogalma sincs szerintem, hanem így megy, száguld a térben, valószínűleg táncol belül, és akkor jönnek így a képek. Ezt lehet tudni, ez felismerhetően egy reklámfotó. Túlságos az a commerce. Igen. Nehéz volt, mert volt egy sokkal érzékibb fotó, de próbáltam arra figyelni, amit Pál mondott, Pál mit szeretne, és olyan fotót választottam, tehát kritikai döntést hoztam, és nem a szívemre hallgattam. Most már nem tudom nem észrevenni ezt a pumpát, amire felhívtad a figyelmet. De amúgy itt a lány az sokkal előnyösebben néz ki, meg tényleg nagyon szépek a fények is rajta igazából. Ez már megint csak személyes kérdés, hogy ez a teljesen telibe világítás, ez nekem jobban tetszik, amikor kicsit ilyen sejtelmesen oldalról jön a fény, de ez igen, szépen puhán is lehetett volna, de nem rossz. Ha Oliver nyer, azt gondolom, hogy azért fog nyerni, mert iszonyatosan sokat tapasztalata. Meg az, hogy a parfüm, ugye, ami a
lényeg az egészen, nagyon elveszik. Igen, igen. Tehát, hogy sokkal inkább figyelem a csajnak a fejét, meg akár a mellét, meg a sziluettet, mint a parfümöt, ezt csak egy utólag veszem észre szinte. Oliver egy zseni, de tényleg. Azt sajnálom, hogy az utóbbi műsorokban nem merte úgy megmutatni azt, hogy mennyire kreatív, tehát hogy én még ilyen emberrel nem találkoztam soha, hogy olyan szinten nyitott az elméje szerintem, és annyira más szemmel látja a világot, ami páratlan. Sok képet készít az ember, és néha készülnek jók, ennyi. Biztos vagy ebben? Egészen biztos. Első ránézésre is már. Az volt a kedvencem. Te is. Akkor köszönöm a segítséget. Egyetértettünk. Könnyen egyetértettünk. A fotózásnak nagyon sok területe van, valaki szeret természetben fotózni, valaki sportot szeret fotózni, valaki a stúdióban szeret leginkább dolgozni. Azt hiszem, hogy mindenkinek minden terület nem lehet elég érdekes. Úgyhogy az a dolgunk a tanulási folyamatban, hogy megtaláljuk azt, ami minket a legjobban érdekel. Akkor fogtok igazán fejlődni, technikailag és minden szempontból, hogyha rátaláltok valami olyan útra, valami olyan izgalmas területre, ami belülről mozgat. Azt hiszem, hogy mindenkinek ez a feladata, hogy megtalálja azt, ami a legjobban érdekli. Hogyha szívvel mentek neki a feladatnak, akkor az húz majd titeket előre, és gyakorlatilag bármit megtanultok erről a szakmáról, úgyhogy hallgassatok a szívetekre. Évi, Regina, Oliver. Elérkeztünk az utolsó, mindent eldöntő eredményhirdetéshez. Ma végre kiderül, hogy ki lesz a Big Shot, hogy ki lesz a győztese ennek a műsornak. Kemény volt ez a menet, de szerintem jót játszottunk, jót szórakoztunk, ti jó fejmódon toltátok ezt végig, és nagyon élveztem, mert annyira sok pozitív energia és sok szép kép készült. Nem volt könnyű dolgotok, tulajdonképpen sokkal nehezebb dolgotok volt, mint általában egy fotósnak a szakmájában, mert sok mindent kellett csinálni. Megnyugtatom a többieket is, hogy ennyi mindent nem kell, ennyire sok területen egy fotósnak nem is kell bizonyítania. De ti bizonyítottatok, és ez szép teljesítmény. Bár elég egyértelmű volt a döntés, de mind a három elkészült kép méltó lenne arra, hogy Big Shotként legördüljön most itt a Nánási stúdióban. De a három kép közül csak az egyik lehet a Big Shot. És csak az egyik ötök lehet a Big Shot győztese. Mindjárt kiúrik a szívem. Készen álltok? Igen. Akkor nézzük meg, hogy ki lett a Big Shot győztese. 2023-ban az a versenyző, aki viszi a kamerát, az nem más. Te vagy az, aki mindent visz. Köszönöm. Én nem fogtam fel. Tényleg, én nem fogtam fel. Bocsánat. De láttam, hogy az én képem, és felismertem, hogy az én képem, de én valahogy annyira biztos voltam benne, hogy nem én leszek a befutó, hogy nem fogtam fel szerintem. Amíg Regi hozzám, önmagához nem rántott, addig így szerintem csak ott álltam és néztem ki a fejemből. Úgyhogy nehezen találok még most is szavakat. A Big Shot fődíjának és a kieső versenyzők vigaszdíjának szponzora a 220 volt Canon Shop in Shop üzlettér. A fotózás szerelmeseinek támogatója a Fotoplus. Több mint egy szaküzlet. Tradíció. A műsor profi megvalósításáról a Kamera Kft. Gondoskodik.